Matoska Szilveszter a vajdasági Csantavéren született 1892. január 29-én. Szülőhelye a Szabadkai járásban egy értékes földekkel körbevett településen van a Csikér folyó mellett. Gazdag múltú és szép falu, sok érdekes ember lakta mindig. Törley József is itt született, de nem kedvenc pezsgőnk kitalálójáról, vagy a falu közepén álló gyönyörű templomáról híres, hanem Matuska Szilveszter szülőhelyeként a legismertebb. Matuska apja papucskészítő mester volt, az ő halála után segédje vette át az üzletet, és feleségül is vette mesterének özvegyét. A mostohaapa szívesen hagyta volna a biztos szakmát a fiára, de a kis Szilveszter többre vágyott. A kis Szilvesztert ekkor papnak szánták, később inkább kántortanító lett belőle. Az első világháborúban önkéntes honvédként szolgált, egészen a főhadnagyi rangig jutott. A roppantással kapcsolatos ismereteire katonai évei során tett szert. Matuska Szilveszter miután a háborúból hazatért, elvette feleségül Dér Erzsébetet, aki hozzá hasonlóan a helyi iskolában tanított. Megszervezte a helyi polgárőrséget, a faluban egyébként nagyon hamar megkapta a bolond Matuska becenevet, nyilván nem véletlenül. Matuska szeretett szónokolni, politikai nézeteit hirdetni, amikor csak tehette, teljesen gátlástalanul, inkább csak a figyelemfelkeltés volt a célja. Kicsapongó életviteléhez a tanítói fizetés nem volt elég, ezért kereskedelemmel kezdett foglalkozni, ingatlan spekulációval próbált vagyonra szert tenni. Kezdetben nagyon sikeresen. Budapesten és Bécsben élt, ingatlanokat vásárolt, tőzsdézett, rengeteg különböző vállalkozásba belefogott. Saját szabadalmait próbálta eladni, melyek között volt egy lassú víz által hajtott turbina és egy vasúti jelzőkészülék is. A gazdasági világválság és a kétes ügyei miatti perek, valamint tüdőbajos felesége gyógyításának költségei azonban hamar felemésztették minden pénzét. 1930-ra már több mint 20-szor foganatosítottak ellene végrehajtást. Matuskáról azt is tudjuk még, hogy éjszakánként kiszökött a felesége mellől, aki ezt állítólag észre se vette, és éjszakai klubokba járt, sokszor egy üveg rumot is megivott. Hajnali 3 körül visszabújt az asszony mellé, aki ebből semmit se érzékelt. Feleségét nyakra főre csalta, Matuskát többször kezelték nemi betegséggel is. A bűnözés útján az indította el, hogy nehéz anyagi helyzetbe került a csődbe menő vállalkozásai miatt. A politikai szónoklatait inkább a feltűnési vágy, mint a meggyőződés motiválta. Tehetséges ember volt a találmányai révén is, de gátlástalanul és felelőtlenül élt. Volt a lelkének a sötét oldala, amelyik a másik szenvedésében, a rombolásban talált örömöt, szexuális kielégülést. Valószínűleg végső elkeseredettségében fogott bele a robbantás sorozatba, aminek okait elképzelhető, hogy a sorozatgyilkosok személyiségjegyeire, a pszichopata személyiségre kell visszavezetnünk. 1931. szeptember 13-án éjfél után 20 perccel bomba robbant a Biatorbágyi vasúti hídon az áthaladó bécsi gyorsvonat alatt. A 22 halálos áldozatot követelő merényletet Károlyi Gyula kormánya az illegális kommunista mozgalom számlájára írta, és másnap statáriumot, rögtönítélő bíróságot rendelt el az országban. A Budapest-Hegyeshalom Bécs vonalon közlekedő nemzetközi gyors szeptember 12-én 23 óra 30 perckor indult el a keleti pályaudvarról. A vonaton a szokásoshoz képest kevesen utaztak. A 15 fős személyzet mellett 105 utas tartózkodott a fedélzeten. Az express éjfél után nem sokkal elérte a Biatorbágyhoz tartozó vasúti völgyhidat. A személyzet és az utasok nem sejtették, hogy a jobb sínszálon egy ekrozittal töltött robbantó akna várja a szerelvényt. A pokolgép a második és a harmadik kocsi között robbant fel. A masinista minden erejével megpróbált fékezni. A mozdony, a mögötte lévő podgyászkocsi, 4 vagon és egy hálókocsi kisiklott, és 26 méter magasból zuhant alá.
Sokkal nagyobb lett volna a baj egyébként, ha Morvai Alajos mozdonyvezető nem kezd azonnali erőteljes vészfékezésbe, mert akkor még jó néhány kocsi a mélybe zuhant volna. 5 másodperce volt, hogy cselekedjen, a mozdony már valószínűleg a levegőben volt, a vészfék fogantyú behozásával a szerelvény minden tengelyén fékhatást idézett elő, a hátsó kocsik így leszakadtak, és szerencsére a sineken maradtak. A mozdonyvezető még halálában is olyan rendületlenül markolta a fékfogantyút, hogy úgy kellett az ujjait lefejteni róla, amikor elmozdították. 22 ember azonnal szörnyet halt, 17-en pedig súlyosan megsérültek a merényletben. A mozdonyvezető, a fűtő, a fő kalauz és a kalauz is szörnyet halt, a mozdony kazánja felrobbant. Többen a súlyos sebesültek közül nyomorékok maradtak. Morvai Alajos mozdonyvezető helyes döntésének köszönhetően 93 utas megmenekült. A pokoli robbantás hangjára felriadtak Torbágy lakói, és a falu apraja nagyja a Völgyhídhoz sietett. A roncsok között néhol tűzpislákolt, a levegőben füst gomolygott. A domboldal felül a fájdalom hangjai, jajgatás és üvöltés. A völgyben dermesztő csend volt. Rögvest megérkeztek a csendőrök is, vezetőjük már mint nyilvánvaló merényletet üzente meg a katasztrófát feletteseinek. Egy órán belül a keletibe érkezett Gálmán Gábor miniszteri tanácsos, és már 2-kor munkatársaival a helyszínre indult Hetényi Imre, a rendőrség politikai osztály vezetője is. Mire odaértek, fáklyák fényében folyt nagy erőkkel a mentés. Közben Kroll Ferenc torbágyi vasutas tisztviselő gyakornok a helyszínt biztosítása során a híd előtti utolsó tartószlop tövében egy levélborítékot talált, rajta szálkás írásképpel, ami az alábbi szöveggel kezdődött. Munkások, nincs jogotok, hát majd mi kierőszakoljuk a kapitalistákkal szemben. A levél alapján kerültek a kommunisták a nyomozás középpontjába. Matuska részéről ez volt az elterelő hadművelet. Több tettesről írtak az újságok, profi szakembereket emlegettek, a nyomozás így más irányba indult el. Matuska büszke lehetett magára, hogy milyen jó kis trükköt talált ki. A mentés helyszínén a túlélők dermedten álltak a roncsok mellett, és inkább nem néztek a vasutasra, aki tőlük pár méterre szívlapáttal dobálta össze az emberi testrészeket. A segélykiáltások lassan megszűntek, szerencsére minden sérültet ki tudtak menteni, hála Wider Jenő községi orvos és Weibert János helyi tűzoltó parancsnok azonnali segítségének. Körmöci Emil, a fővárosi mentőszolgálat igazgatója minden orvost és mentőautót a helyszínre irányított. A környékbeli gazdák igáslovaival vontatták arrébb a vagonok maradványait, a mozdony roncsai közül kiszabadították a hős mozdonyvezető Morvai Alajos holttestét. A helyszínre érkezők fatörmelékekből raktak tüzet, hogy a sötétben is végezni tudják a mentést. Matuska Szilvesztert a katasztrófa helyszínén gyorsan ott termő fotóriporterek, még Zombol Schweinitzer Józseffel a politikai rendőrség ászával is lefotózták. Hamarosan mehetett békével, másnap már Bécsben volt. Az áldozatok között találunk egy MÁV-nál dolgozó asztalost és hivatalnokot, londoni kereskedőt és magyar mennyasszonyát, belga mérnököt. Életét vesztette a tatabányai jegyző és felesége is. A 17 súlyosan sebesült között volt egy 3 éves kisfiú és 4 éves nővére Bátaszékről. A lapok beszámoltak szerencsés túlélőkről is, például Pál Fidaon József bicskei földbirtokosról, a szegedi tiszti század egykori tagjáról, aki ébredés után a nyitott ajtóban állva fürkészte az éjszakát, hogy a vonat merre jár, észlelvén a robbanást, világháborús ösztönnel a töltés mély sáros talajára vetette magát. Az egyik sinen fennmaradt kocsiban utazott a szeptemberi tanévkezdetre a soproni főiskolások kis csoportja. Ők természetesen megmenekültek. A robbantás után Matuska Szilveszter, tehát sebesült utasnak álcázva magát, ott járkált az áldozatok között. Matuska valódi indítékai valószínűleg abban rejlettek, hogy szexuálisan felajzotta őt a robbantás nyomán kialakult helyzet, a sebesültek látványa, a véres halottak látványa.
és hogy neki állt hatalmában, hogy ezt a katasztrófát előidézze. Nem ritka az ilyen sorozatgyilkosok esetében. A német sorozatgyilkos Péter Kürten például azért szeretett szalmakazlakat felgyújtani, mert az éjszakára odahúzódó hajléktalanok fájdalmas sikoltozását rendkívüli módon élvezte, perverz örömét lelte benne. Matuska beszélt arról ismerőseinek, hogy azért szereti összetörni a vonatokat, mert akkor láthatja az embereket meghalni, hallhatja a sikoltozásukat, ami szexuális élvezetet hoz számára. Az író Márai is hatalmas kégyilkosságról beszélt Matuska és a Biatorbágyi ügy kapcsán született cikkében. A szexuális hátterű tömeggyilkosság elméletét erősíti, hogy hosszú ideig ott bóklászott a sebesültek és halottak között, mindaddig, amíg csak lehetett. Egy idő után a hivatalos szervek tudósítása szerint a kommunista merénylet helyébe a magányos elkövető teóriája lépett. Már a robbantás helyszínén feltűnt a rendőröknek a Matuska Szilveszter nevű férfi, aki bekötözve álsebekkel sétálgatott, különös zavart viselkedése sokaknak feltűnt. 4 egymástól független bejelentésre reagálva a rendőrség nyomozásba fogott, és megállapította, Matuska nem szerepelt a vonat utasai között, menetjegyet nem váltott, Csantabéri részvénytársasági igazgatónak vallotta magát. A magyar gyanú alapján az osztrák hatóságok október 7-én letartóztatták a Bécsben élő kereskedőként dolgozó férfit. Matuska nem csak a Biatorbágyi merényletet, de 2 másik Ausztriában és Bajorországban megkísérelt vasúti robbantást is magára vállalt. A 39 éves férfi a vizsgálat alatt őrültnek tetette magát. Mit tudunk a robbantó szerkezetről? A házilag barkácsolt pokolgép egy elemes kapcsoló szerkezettel ellátott gázcső volt, amelyet az elkövető 1,5-2 kg ekrazittal töltött meg. A szerkezetet részhúzalokkal rögzítették a sín belső oldalához, és a pokolgépet a sínen átfutó mozdony súlya aktiválta. Ez a körülmény is arra utalt, hogy a mozdony már átszaladt a robbanó szerkezet felett, amikor a detonáció bekövetkezett. A kisiklott és lezuhanó vagonok húzták mélybe a mozdonyt is. A Torbágyi csendőrség kitűnő szakmai munkájának köszönhetően ismerjük a részleteket, ők írták le először a merénylet elkövetésének eszközét, egy körülbelül 2 méter hosszú, ekrazittal töltött gázcsövet, amelynek darabjait megtalálták. Találtak még 2 zseblámpa elemet, egy 1,5 méteres szigetelt vörös részhúzalt, és egy szalstok darabjait 2 szárán fémlemezzel. Ezzel tisztázódott az elkövetés eszköze, az átgördülő kerék a nyitott szalstok szárainak összenyomásával zárta rövidre az áramkört, és az elemek segítségével idézte elő a szikrát, ami berobbantotta a csőben az ekrazitot. Ezeket pedig az áramot kitűnően vezető vörös részhúzal kötötte sorba. Egyszerű és hatásos szerkezet, jobbat azóta sem találtak ki. Matuska tárgyalása 1932. júniusában kezdődött Bécsben. A vádlott az eljárás során végig elmebetegséget színlelt, egy új világvallásról magyarázott zavarosan. Az elmeorvosi vizsgálat azonban megállapította, hogy Matuska beszámítható és jogilag felelősségre vonható. A bíróság 6 év börtönre ítélte. 2 évvel később Magyarországon is bíróság elé állt, ahol korábbi színlelt elmebetegségét adta elő. A pszichiáterek ezúttal is úgy találták, hogy a vádlott nem elmebeteg, ezért 1934. november 20-án Matuskát 22-szeres gyilkosság vádjával kötél általi halálra ítélték. Mivel Ausztriában nem létezett halálbüntetés, az osztrák hatóságok csak azzal a feltétellel voltak hajlandók kiadni a foglyot, hogy az ott adhatónál nem kaphat súlyosabb büntetést. Horthy Miklós kormányzó hajlott az alkura, az ítéletet életfogytiglani szabadságvesztésre enyhítették. Matuska a bíróságon a motivációjáról semmit sem volt hajlandó elárulni, azt állította, hogy egy titokzatos, szúrós nézésű személy bizonyos Leo professzor utasítására hajtotta végre a robbantásokat, aki szinte szugerálta, hogy vigye véghez a tettet, állította 2 nagy zokogás között.
Felbújtói minőségben később Matuskának maga az ördög is megjelent, akinek mimikáját és beszédmódját a hallgatóság derültségére teljes átéléssel adta elő a tárgyalóteremben. A kriminálpszichológia ma már ismeri a felelősség áthárításának ezt a megszokott módját, ami itt a narcisztikus pszichopaták kényszeres ripacskodásával keveredett. Az elmeszakértőket ezúttal sem tudta becsapni, beszámíthatónak találták, és a bíróság halálra, majd életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Miután Matuska letöltötte ausztriai büntetését, hazaszállították és a váci börtönben helyezték el. Fogsága alatt korábbi találmányainak tökéletesítésén dolgozott, propagandaforgatókönyveket írt, és a kislányának festett képeket a köztörvényesekkel szóba se állt. Buzgó hívőként szoros kapcsolatot ápolt a börtönlelkésszel, lázadó hősként jellemezte saját magát egy ateista világban. Többször kérvényezte per újra felvételét, elmebetegségére hivatkozva, amit a bíróság elutasított. Hogy reagált erre Matuska Szilveszter az utolsó szójogán? Hát nem a megszokott módon. Amikor lehetőséget kapott szólni, a tudósítások szerint ismét előtört belőle a feltaláló. Kérem szépen, mondott a csendes hangon Matuska, szükség lesz még az én találmányaimra. Tessék megengedni, hogy a 93. találmányomat most elmondjam. Sajnos a bíró ezt nem tette lehetővé, hanem nemes egyszerűséggel visszavitette a gyűjtőfogházba. 1944. novemberében, amikor a Vörös Hadsereg csapatai elérték Vácot, az űrzavart kihasználva a néhány órára őrizet nélkül maradt fegyházból sikeresen kereket oldottak a rabok, köztük Matuska is. Matuska praktikusan kisétált a fegyházból a szemközti gyógyszertárig fejfájás elleni tablettáért. Az éppen ott tartózkodó váci püspöknek udvariasan bemutatkozott, Matuska Szilveszter vagyok, a Biatorbágyi rém. Tomori István patikus élete végéig emlékezett erre a bizarr jelenetre. A rejtélyes bűnelkövető 1945. januárjában visszatért szülőfalujába, legalábbis csantavéren ezt beszélték, és a Kuszú nevű kocsma előtt asztalon állva szónokolt az embereknek. Egyesek szerint a jugoszláv kémelhárítás zsupolta a szabadkai börtönbe, ahol öngyilkosságnak álcázott gyilkosság áldozata lett. Mások szerint a szónokló Matuskát dzsippel érkező szovjet katonák lódították fel a hátsó ülésre, és valószínűleg már a csantavéri határban nagyon lőtték. A hivatalos verzió szerint Matuskának 1944-ben nyoma veszett. Matuska arrogáns volt és hiú, bármi áron a hírnévre vágyott, és környezetét csupán eszköznek tekintette céljai eléréséhez. Elgondolkodhatunk, hányféleképp lehet fogyatékos egy ember. Matuska Szilveszter érzelmi és erkölcsi szempontból volt az. Nincs ezzel egyedül a történelemben. Takács János és Gede Pál péri földművesek 1878. december 1-én Győr közelében meggyilkoltak két sváb asszonyt, akik rövid kocsma ismerettség után engedték fel lovaskocsiukra a férfiakat. A tettesek a péri kocsmában mulattak december 1-én, midőn a kocsmába betért az arra utazott két német nő, Kindler Mária és Kodler Mátyásné. Az asszonyok idegenek és jómódúak voltak, meleg ételt és borosteát ittak. Takács és Gede szóba állottak az asszonyokkal, mire ezek felhívták őket, hogy üljenek fel a kocsijukra. A kocsin Takács elől ült az egyik asszonnyal, Gede hátul a másik asszonnyal. Egy jeladásra mind Takács, mind Gede megtámadta a mellette ülő asszonyt. Ezek leugrottak a kocsiról, segítségért kiáltottak. Takács és Gede utánuk rohant, és késszúrásokkal meggyilkolták őket, azután pedig kirabolták az asszonyokat. A pénz egy része a bugyalárisokban volt, és 400-400 forint a harisnyájukban. Takács késen nem fogott, mire ez Gedét hívta segítségül. Az asszony, akibe Takács szúrt, véresen feltápászkodott, kegyelemért könyörgött, de Takács bíztatta Gedét, hogy csak szúrja le, és ő leszúrta. Jó néhányszor az asszonyba mártva kését. A gyilkosság hajmeresztő kegyetlenségről árulkodott. Az asszonyok gégéje elvágva, 52, illetve 40 késszúrás nyoma volt rajtuk.
Gede 25, Takács 24 éves, katolikus vallásúak, nőtlenek, földművesek. Németül jól beszélnek. Bármennyire is szörnyűen hangzik a gyilkosság, nem rázta meg különösebben a katasztrofális közbiztonságtól amúgy is szenvedő országot. Takácsékról a fővárosi lapok csupán rövid hírben számoltak be, de a vármegyei lapok sem tálalták bűnügyi szenzációként az asszonyok tragédiáját. Takács és Gede a gyilkosságok után visszament a kocsmába, ahol véres bankokkal próbálták rendezni számlájukat, amivel gyanakvást ébresztettek a kocsmárosban. A csapláros értesítette a csendbiztost, a mulatozó gyilkosok így a kocsmából egyenesen a győri megyeházára kerültek, ahol a két cimbora mindent be is vallott. A történet azt is megemlíti, hogy a vizsgálat derítette ki, hogy egy gyermek a kocsi farában rejtőzködött a gyilkosság alatt. Csak akasszanak föl, nem kell nekünk más, mondták első kihallgatásukkor. Annyira egykedvűen álltak az eljáráshoz, majd fogadták a halálos ítéletüket, hogy elmeorvosi vizsgálatukat rendelt el a bíróság. Az elméjük ugyan épnek bizonyult, testüket viszont a fogság alatt megtámadta egy kellemetlen kórság, a börtöngörvély. Ez a tuberkulózis okozta nyirokragály Gedének a belső szervein pusztított, amibe 1879 nyarán a börtönben bele is halt. Takácson a betegség a fültőmirigyet, a nyak és áll alatti mirigyeket támadta meg. Ettől azokon daganatok keletkeztek, amelyek közül néhány tyúk tojás nagyságú volt. Ezekkel a jól látható daganatokkal a nyakán várta Takács az 1880. április 13-ára tervezett akasztását. A kivégzés körüli első bonyodalmak a Bakóval kezdődtek, mivel Kozarek Ferenc hóhér sürgönyözött, hogy nem ér időben Győrbe, így az akasztás 14-ére tolódott. A halasztás híre tovább fokozta az akasztást 20 éve nem látott városban az izgalmakat. Aki viszont egyáltalán nem tűnt izgatottnak, az maga Takács János volt. Nyugodtan hallgatta végig a halálos ítélet végső kihirdetését és kegyelmi folyamodványának elutasítását. Takács ezután a síralomházba került, ahol utolsó látogatója édesanyja volt. Végül rendben megérkezett Kozarek Ferenc Bakó, akinek segédei addigra a megyeháza udvarán felállították a bitófát. A kivégzés reggelén a vesztőhelynek kialakított kis udvaron megjelent az államügyész, a védőügyvéd, a kirendelt bíróság, a lelkész és tíz tanú is. Hivatalból kirendelve jelen volt még dr. Sikor József, győri törvényszéki orvos és egy kollégája. Röviddel 8 óra után elővezették Takács Jánost is. 6 fegyveres kísérte a bitóhoz, oldalán Mladonicki lelkésszel. A bitófát és a hóhért közömbösen nézte végig, aztán merev tartással megállt a törvényszék tagjai előtt. Felolvasták előtte a halálos ítéletet, és tudatták vele, hogy az rögtön végre fog hajtatni. Mikor a törvényszéki bíró azt mondta, hogy kegyelem számára csak Istennél van, és az elítéltet átadta az ügyésznek, Takács megtört arccal gyenge hangon így szólt. Istennel már kibékültem, kérem a tekintetes urakat is, bocsássanak meg, ha valamit vétettem. Akart még egyebet is mondani, de német ügyész intésére, a hóérját adott segédeinek, ezek az elítéltet megragadták, kezeit megkötők, a kötelet lábain áthúzták, a hurkot a nyakba fektették, s a testet kinyújtották. Az elítélt szava rögtön elállt, arca viola színű lett. Kozarek zsebkendőjével befötte az arcot, lezárta a szempillákat, s másfél percig várt. Aztán leszállt a bitó lajtorjájáról, s jelenti az ügyésznek, hogy műtétét befejezte. Dr. Sikor József kirendelt törvényszéki orvos beszámolójából azt is megtudtuk, mi történt Takács Jánossal, miután Kozarek hóhér elvégezte feladatát. A hóhér igen gyorsan és jól végezte el munkáját, úgyhogy 3 perc múlva az egész jelenlévőség mindegyike azt mondta, hogy ezt ugyan szükségtelen orvosilag megvizsgáltatni, meghalt az jól.
Mintegy 8 perc múlva a királyi ügyész engem, mint hivatalosan odarendelt törvényszéki orvost, arra szólított föl, hogy vizsgálja meg a kivégzett hulláját, és mondja meg, vajon meghalt-e vagy él. Felbontottam először is a test öltözetét, a szürféle szövetből álló rabdolmányt, mely jól össze volt gombolva, azután mellényét és ingét. Vizsgáltam először a légzőszerveket, tapasztaltam, hogy a mellkas és a borda közötti izmok nyugodtak, mozgáshiányok teljes, úgy a hasfalak is, tehát a tüdők hűdése beállott. Azután vizsgáltam a vérkeringés életműveit, a szívlökés helyét az 5. és 6., úgy a 6. és 7. borda között, és miután legkisebb jelét a szív működésnek felfedezni nem lehetett, tovább vizsgáltam a szív egész tompulata tájékát, de sehol semmi nyoma a szív működésnek nem mutatkozott. Mindezen tünetek egybevetésével kimondottam azt, hogy a halál beállt. Mintegy 3 perc múlva újra felszólított a királyi ügyész, hogy még egyszer újból megtegyem-e vizsgálatot, mire én oda menvén a hullához, ugyanazon kísérletekre vittem véghez, és ismét kimondottam a kérdező királyi ügyésznek, hogy a halál beállott. Ekkor levették a testet a bitóról, és az ecélre odarendelt városi tetemszállító kocsira helyezték, és vitték a közkórházba. Én kijelen akartam lenni a holttest elhelyezésénél, siettem, hogy azzal egyidejűleg érkezhessek oda. Ekkor láttam, hogy a tetemszállító kocsi a néptömegtől menekülni óhajtván, oly sebes vágtatva jött a rossz kövezeten, hogy én attól féltem, hogy a test kidobatik a kocsiból. Egyik orvostársam pedig, aki velem jött, azt mondá, csuda lesz, ha föl nem ébred a halott ilyen életmentő kísérlet után. Midől levették a testet a kocsiról, szája sebzett és hörgést hallatott, légzési kísérleteket tett. A boncterembe vitettem tehát, hol reám a gimnázium fizika tanára várakozott, hogy a testen azon kísérleteket megtegyük, amelyek a hullán a kihűlés előtt annak izom mozgását a villanyfolyam hatására létrehozzák. Azonban egy pillanatra érintettem csak a szívgödör tájékot, és azonnal észrevettem tapintás által, hogy a szív bár igen gyöngén, de működik. A hallgatózás még inkább bebizonyítá a dolog valóságát. Ezután mintegy 10 perc múlva már az orsó ütér lüktetése is észlelhetők voltak, sőt a légzési kísérlet mindig sikeresebb lett. Élt így az életre ébredt akasztott ember 22 óráig az akasztás után, még agyi hűdés következtében másnap reggel 7 órakor elhalt. Ami az életre való visszatérést illeti, egyik ok, aminek az ébredés tulajdonítható, a mirigy daganatok a nyak és az áll alatt, amely mint ruganyos és puha testek meggátolták azt, hogy a kötél a fejüteret és a torkolati viszeret erősen megnyomja. A másik ok volt azon legügyesebben alkalmazott ébresztő kísérlet, midőn a halottas kocsi a rossz kövezeten vágtatva hozta a hullát, és annyira megrázta, hogy a legügyesebben alkalmazott élesztési kísérlet sem tehette volna jobban. Mosolyt fakasztó az a megjegyzés, hogy az újvárosi polgárok nézete szerint a felébredés oka a kriminális rossz újvárosi flaszter volt, amelytől még a halott is feléled. Bármennyire is Sikor doktor beszámolóját kellene a leghitelesebbnek elfogadnunk, abból fontos részletek maradtak ki. Az egyik ilyen részlet a hullán előzetesen engedélyezett villamossági kísérlet. Bierbauer Lipót, bencés tanár, villamos készülékével a hullaházban vágta Takács testét, hogy annak elektromos stimulációjával kísérleteket végezzen rajta. A doktor szerencsétlenségére Kozarek még a városban volt, mikor híre ment a feltámadásnak, így a pesti vonat indulása előtt a hóhért még éppen elérték az újságírók. A megdöbbent Kozarek pedig elmondta, hogy a törvényszéki orvos kapkodásában látja a fiaskót gyökerezni. Kozarek kijelentése szerint Takács feltámadásának egyedüli oka az, hogy nagyon rövid ideig függött. Az ő rendszere 30 percnyi függést kíván a halál konstatálása után, mert különben az idegek és izmok életereje nem hal el egészen.
ez pedig okvetlenül szükséges az akasztás sikeréhez. Takásnál a nyak rendkívüli daganata és duzzadtsága miatt talán még a rendesnél is hosszabb függésre lett volna szükség, s éppen ezért komoly előterjesztéseket tett az orvosnak, mikor a test leemelését ajánlotta az államügyésznek. Később azonban az államügyész rendelte el a levételt, s neki már nem mondhatott ellent. Tehát a hóhér azt állította, hogy az ő intelmei ellenére a szükségesnél hamarabb került le a testtabitóról. Ennek az információnak a birtokában az akasztásnál jelenlévő hatósági tanukat újra kifaggatták az újságírók, és délutánra már fontos mozzanatokkal egészültek ki a korábbi tudósítások. Mindezen itt elmondott aktusok oly gyorsan, mondhatni ideges gyorsasággal hajtattak végre, hogy mint egy szemtanú állítja, 8 óra 20 perckor Takács már a bitófa alatt feküdt pokrócokkal betakarva. A jelenlévők nyilatkozatai szerint Takács legfeljebb 5 percig, némelyek szerint 7 percig, sőt mások szerint még 5 percig sem függött a bitófán. Az elmondottak alapján kétségtelen az is, hogy a halál konstatálása felületesen az aktus fontosságának nem megfelelő higgadtsággal és óvatossággal történt úgy, hogy alig tévedünk, midőn azt állítjuk és állítja a közvélemény, miszerint a bekövetkezett botrány oka ebben fekszik. Az idegesnek látszó törvényszéki orvos szinte menekül az akasztófa mellől. Az ügyésznek kell marasztalnia, amikor a távozó tanúkkal együtt próbálja elhagyni a vesztőhelyet. Persze rosszul lét vagy idegi krízis bárkivel előfordulhatott. Bárkivel, de nem Sikor Józseffel, a szabadságharc egyik főhadnagyával, aki végigharcolta Arad és Temesvár ostromát, aki elsőnek érte el az aradi vár kapuját, és aki egymaga több halált látott, mint Kozarek Ferenc, a hóhér az apjával és nagyapjával együtt. A doktor az akasztófa mellől nem könyvtára magányába menekülne idegei nyugtatására, hanem barátjához, aki egy bonzteremben vár rá, és akinek ajándékot ígért, meleget, frisset, csak gyorsan le kéne már venni a bitófáról. Az orvos Takács szederjes hullája elé siet, és nem az elől menekül. Csak is ez lehetett Sikor doktor ideges kapkodásának az oka. Kozarek vallomása szerint az államügyész és az orvos túlságos sietsége okozta a bajt. És miért nem hallgattak a hóérra? Kozarek szerint azért nem, mert még nem volt pallos joga, magyarul még nem nevezték ki. A későbbiekben kialakuló egymásra mutogatásban, majd a szakmai önérzetében sebzett Kozarek az alábbi rövid nyilatkozatot teszi közzé. Született irigyeim, orvos kollégáim azzal gyanúsítanak, hogy nem jól akasztottam Takács urat. Legyenek meggyőződve, ha én végzek ki valakit, az csak úgy meg van halva, mintha versenytársaim gyógyították volna ki. De miből is állt pontosan Kozarek hóhér feladata? Ebben az időben a Habsburg birodalomban már modern cölöp vagy oszlop akasztófákat használtak, ami állítólag az aradi vértanúkat akasztó későbbi pesti hóhér, Bot Ferenc saját invenciója nyomán született meg. Magyarországon az 1870-es évektől a halálbüntetés legutóbbi eltörléséig kizárólag oszlop akasztófákon hajtották végre a halálos ítéleteket. Kozarek a hóhérsága első 4 évében történt 17 akasztásánál, a folytásos technikára utaltak a hóhér mozdulatai. Ezzel együtt nem kell kételkednünk abban, hogy Kozarek Győrben jól végezte a munkáját, az azonban biztos, hogy ha már ott is a valamivel nagyobb rutint és fizikai erőt igénylő módszerrel, a töréses technikával akaszt, Takács János biztosan nem éli meg a másnapot. Így viszont mindenki szerencsétlenségére a nyaki daganatok miatt a kötél mérsékelt folytó hatása, a nem elegendő ideig történő függéssel elég volt ahhoz, hogy Takácsba valami kis élet szoruljon vissza. Miután az ügyész saját szemével látta a félholt Takácsot a kórházban, sürgőnyben Pauler Tivadar igazságügyminisztertől kért további utasításokat. Pauler minisztert a képviselőházban érte utol a távirat, amitől állítólag igen indulatos lett. Rövid tanácskozás után megüzente,
hogy az akasztást nem kell rögtön megismételni, a marasztalt kozarek hóhért pedig küldjék haza. Ezután Pauler a bécsi udvarhoz fordult direkciókért, ahonnan maga Ferenc József császár üzente meg, hogy miszerint elégséges, ha valakit egyszer kivégeznek, ha lehet tartsák életben. Takács János sajnos nem tért annyira magához, hogy értesült volna a császári figyelemről. Utolsó óráiról több verzióban is találunk beszámolókat. Egy fennmaradt jegyzőkönyv csak annyit ír, hogy Takács eszméletét nem nyerte vissza teljesen, habár szemét többször felnyitotta és tagjait mozgatta. Este felé őrjöngési roham lépett fel nála, ami miatt lekötözték őt. Az ennél színesebben beszámoló újságok szerint Takács délben levest evett, majd elaludt. Este fele görcsös rohamok jöttek rá, az ágyából felugorva neki ment ápolóinak, a hajukat tépte, és egyiküket meg is harapta. Miután lekötözték, lázas vergődései közt azt tudakolta, a pokolban vagy a mennyországba jutott-e. Morfium injekcióval sikerült megnyugtatni, és csak hajnalban eszmélt fel újra. Akkor megkérdezték tőle, vizet vagy tejet kíván-e. A beteg vizet választott, és a tejre csak intett, hogy nem kell, majd értetően mondta később. Beszéljünk egy kicsit a kísérletekről, amit Bierbauer Lipót hatósági engedéllyel végzett el. Elmondhatjuk, hogy Takács Jánoson alkalmazták a defibrillátor ősét, és ennek is köszönhette feltámadását. A feltámadásról és a kísérletről a korabeli Burton jegyzőkönyv is írt. Petsz Aladár sebészorvos e témában írt könyvében szerepel egy nagyon izgalmas párbeszéd, amelyet Jedlik Ányos és tanítványa Bierbauer Lipót a Bencés Gimnázium fizika tanára között folyt. Bierbauer közli Jedlikkel, hogy holnap a kivégzés után a holttesteket megvillanyozza. Jedlik nem helyesli, és azzal érvel, hogy mi lesz, ha az akasztott ember feléled, újból kivégezteti? Szerinte ez nem egyeztethető össze a papi hivatással sem. Jedlik azt is megtiltja neki, hogy az ő általa tervezett géppel így módon kísérletezzék. A könyv leírja az újraélesztést és utána keletkező problémát is, mit tegyenek a felélet gyilkossal. Az írás szerint Jedlik a volt tanítványal tettéért egy életre összeveszett. Bántotta, hogy az ő gépe élesztette újra a kegyetlen gyilkost. Mivel azonban induktor is volt a teremben, azt terjesztették el, hogy ez volt az a gép, amely a feltámadást okozta. A valóságban a Jedlik féle gép árama rázta fel a Tetsz halottat, és ezt mindenki tudta. A megromlott viszonynak más következménye is lett, Jedlik neve háttérbe szorult a feltalálók között. Bierbauer 1880-ban kiadott fizika könyve meg sem említi Jedliket és a találmányát. Takács János rablógyilkos 22 órával élte túl a saját kivégzését. Sajnálunk nem kell, hiszen könyörület nélküli gyilkos volt, de a 22 órányi kínszenvedést azért mégsem kívánta neki senki. Az több, mint valószínű, hogy a tudományos kísérletek egy részét biztosan hullákon végezték akkoriban. De úgy gondolom, a Jedlik Ányos által konstruált eszköz korai és az ő engedélye nélküli használata felelőtlenül és teljesen etikátlanul történt. Akár a halottat nézzük, akár az élőket. A mai történet Szegedre visz bennünket a 20. század első felében. A Kis Újság és a Szegedi Új Nemzedék tudósítója 1926. augusztus 17-én szokatlan eseményről számolt be. A reggeli pesti vonat egyik másodosztályú fülkéjéből feltűnően elegáns fiatal nő szállt ki a szegedi pályaudvaron, és feleségül ajánlkozott a mellette elhaladó ismeretlen férfi utasoknak. Mindenki tisztában volt vele, hogy elmebeteg, de mivel akkor még egészen csendesen viselkedett, a szokásos érkezési sietségben senkinek sem jutott eszébe felhívni rá a rendőrség figyelmét. Különösen a vonatban volt még nyugodt, és csak akkor kezdett hangosabban viselkedni, amikor azt látta, hogy nem talál embert, aki őt meghallgassa és feleségül kérje.
A Bokor utcában talált rá a rendőrség, ahol már hangosan énekelt. Iratait elvesztette. A szegedi alsóvároson, ahol több órán át bolyongott a népes utcákon, megbámulták a fehérkeppes selyemruhás nőt, akinél mindössze egy átlyukasztott vasúti jegy volt. Megszólított mindenkit, akivel csak találkozott. Sárospatakról jöttem, férjhez szeretnék menni, mert nincs, aki gondozza a birtokomat, pedig olyan szép, csak Sáros. Én sem vagyok csúnya, óhatja talán megnézni jobban az arcomat? Vőlegényem azt mondta, hogy csúnya, de majd megbánja, ha férjhez megyek. Ilyen formán beszélt mindazokhoz, akikkel az utcán találkozott. Majd táncolni kezdett a széles járdákon végig. Nagyobb lármát azonban csak később rendezett, amikor figyelmes lett rá egy rendőr. Biztos úr, hallja-e? Asszony lesz a lányból a bimbóból Rózsa. Énekelt és táncolt, majd magához elelte a rendőrt és megcsókolta. Később aztán, mintha erős rohamot kapott volna, ordítva énekelt és kiáltott értelmetlen szavakat a sárospataki birtokáról, a szép lábairól és otthon dacoló vőlegényéről. Aránylag nyugodtan ment be a rendőrrel a városházára, ahol ki akarták hallgatni, hogy a személy azonosságát megállapítsák. Itt is csak a szép arcáról beszélt, később gondolkozni kezdett, ekkor úgy látszott, mintha magához térne, de utána nevetve kiáltott fel. Milyen szép ember maga! Orvost hívtak. Az orvos úgy intézkedett, hogy nyomban be kell szállítani a klinikára. A rendőrség semmi elfogadható adatot nem tudott találni, és így a hölgy kilétét megállapítani nem tudta. Csomagjait elhagyhatta valahol, csak a vasúti jegyet őrizte meg. Azt mondta, ezzel utazik majd vissza, ha férjhez ment, Sárospatakra. A kora reggeli órákban voltak percei, amikor teljesen normális ember benyomását keltette, és akkor azt felelte a kérdésekre, hogy Sárospatakról jött. Mást azonban nem mondott. Rövid szünet után ismét hangosan énekelte rögeszméjének dalát, az asszony lesz a lányból a bimbóból Rózsa kezdetű dalt. A szerencsétlen beteg először mint teljesen ismeretlen szerepelt a klinikán, és csak valamilyen véletlenben reménykedhettünk, ami segít majd megfejteni a szomorú rejtét. A fehérkeppes hölgy ügyében egyszer csak váratlan fordulat történt. Egy elegánsan öltözött fiatal férfi jelent meg a rendőrségen, s a szegedi Új Nemzedék keddi számából kivágott, s az őrült nőről írott cikket felmutatta, és ezzel kapcsolatban szenzációs bejelentést tett. Azt nyilatkozta, hogy szombatról vasárnapra virradó éjszaka a Budapestről este 10 órakor induló vonattal utazott Szegedre, egyfülkében a titokzatos fehérkeppes hölgyel. A férje is azon a vonaton utazott, azonban egy másik fülkében, mert a felesége mellett nem kapott helyet. A fehérkeppes fiatal hölgyel beszédbe elegyedett, aki a vonaton is igen temperamentumosan viselkedett, bár nem vették rajta észre, hogy beszámíthatatlan. A fiatal asszonyka elmondotta az utitársaknak, hogy 3 nap óta asszony, s most NASZ utazásra indulnak Olaszországba, Milánóba, Velencébe, Rómába. Panaszkodott, hogy a férje nagyon féltékeny, és Budapesten a villamoson már jelenetet csinált egy idősebb férfi miatt. Most mielőtt olaszországi NASZ utazásukat megkezdenék, férjének Szegeden lakó szüleit látogatják meg. Elmondotta még a fiatal asszonyka a vonatban, hogy Takács Jolinak hívják, férje nevét azonban nem árulta el. A vonatban is énekelte már azt a magyar nótát, amit a szegedi rendőrségen is folyton énekelt. Asszony lesz a lányból, a bimbóból Rózsa. Elmondotta még a fiatalember, hogy a férj az egész utazás alatt nem mutatkozott a fülkéjükben, s az asszonyka már megijedt, hogy férje útközben Cegléden leszállt, s megszökött előle. A fiatalembert ezért fel is kérte, hogy ha Szegedre érkeznek, akkor kísérje egy szállodába, ahol kialudhatja magát. Erre azonban már nem került sor, mert a férj reggel 5:30 a szegedi állomáson hirtelen előkerült, s feleségével együtt autón a városba mentek.
Kijelentette még a budapesti fiatalember, hogy a Szegedi Új Nemzedék cikkét olvasta, s azonnal felismerte ennek alapján a megőrült titokzatos fehérkeppes hölgyben az ő szombati utitárs nőjét. A fiatalember szenzációs bejelentése alapján a rendőrség széleskörű nyomozást indított az őrült asszonyka Szeged illetőségű férje és apósa után. Az a rendőri vélemény alakult ki, hogy valami házasság szédelgési büntet szálai bogozódnak az ügy hátterében, amelynek áldozatul esett a szerencsétlen Takács Jolánka. Egy héttel később, augusztus 23-án némi kórházi kezelés után újra behozták a rendőrségre Takács Jolánkát, a titokzatos fehérkeppes hölgyet, aki ekkor már nem csókolt mindenkit össze-vissza, és nem kereste mindenkiben a férjét. Takács Jolánka kihallgatása alkalmával azt adta elő, hogy Sáros Patakon a Huszár utca 33-as szám alatt lakik. Szegedre érkezése előtt 3 nappal férjhez ment Dömös Istvánhoz, akivel együtt Szegedre jött apósát, idősebb Dömös Istvánt meglátogatni. A lány előadta még azt is, hogy apósa Szegeden a Sütő utca 38-as szám alatt lakik. A lányt az elmekortani klinikára visszaszállították megfigyelésre és további ápolásra. A rendőrség pedig nyomozást folytatott az őrült nő férje és apósa után. A nyomozás néhány napon belül sikerrel is járt, amennyiben megtalálták Takács Jolánka apósát, Dömös Istvánt. Dömös István szegedi napszámos, a Vásárhelyi Sugárút 13-as szám alatt lakott. Idősebb Dömös István 24 éves fia, ifjabb Dömös István Kazán Kovács néhány év óta egy nagy milánói vasgyárban dolgozott. Ott megismerkedett egy sárospataki férfival, aki rábeszélte arra, hogy vegye feleségül sogornőjét, Takács Jolánkát. Dömösi hallotta szóra, és elhatározását csak hamar tett követte. Augusztus első felében idősebb Dömösi levelet kapott fiától, amelyben fia arról értesítette, hogy augusztus 12-én Magyarországra jön, és Sárospatakon feleségül vesz egy lányt. Szegedre is ellátogat feleségével együtt, és azután utaznak vissza Olaszországba. Augusztus 15-én reggel 4 órakor csak ugyan beállított hozzá a fia és Takács Jolánka, mint férj és feleség. Estig maradtak a fiatal férj szüleinél, s kocsiba ülve kihajtattak az állomásra azzal, hogy az éjféli vonattal Budapestre és onnan tovább Olaszországba utaznak. Azóta sem a menyét, sem pedig a fiát nem látta. A Szegedi Új Nemzedékben idősebb Dömösi olvasta ugyan a titokzatos fehérkeppes hölgy tragikus sorsáról szóló tudósításokat, azonban arra nem jött rá, hogy ez a menye volt. Ez csak akkor tudta meg, amikor pénteken levelező lapot kapott a fiától, fiúméból keltezve. A fia arról értesítette apját, hogy felesége tőle még a szegedi állomáson megszökött, s ha őket felkeresi, pénzt vagy más dolgokat ne adjanak neki, mert nem vállal érte felelősséget. A 3 napos asszonyka tehát megőrült, ki tudja mi okból, s férjétől megszökött. A férje pedig csodálatos képpen még csak nem is kereste a szerencsétlen feleségét, hanem vonatra ült, s visszament Olaszországba. A rendőrség nyomozást folytatott ezügyben, mert tudni akarták, vajon törvényes felesége volt-e ifjabb Dömösi Istvánnak, Takács Jolánka. Nagyon gyanúsnak találták azt a körülményt is, hogy a fiatal férj anélkül, hogy a tőle megszökött asszonykát kereste volna, azonnal elutazott, s már külföldről írt apjának. Gyanúsnak ítéltetett ez a körülmény már csak azért is, mert az ifjú férj és a menyasszony vagyoni viszonyai különböztek. Elképzelhető, hogy ifjabb Dömösi csak a lány anyagi javait, hozományát akarta megszerezni, és azzal már indult is vissza Olaszországba. 1926. augusztus 24-én ifjabb Dömösi Istvántól levél érkezett a rendőrkapitányságra. A levélben Dömösi leírta, hogy amit az őrült leánya házasságáról beszélt, nem egyéb, mint puszta agyrém. Sárospatakon akartak megesküdni,
Azonban bár az összes okmányokat, diszpenzációt megszerezték, egy bizonyos fekete lelkű egyén, nevezetesen Jolánka nagybátyja beavatkozása miatt az esküvőt nem tudták megtartani. Úgy gondolta az ifjú vőlegény, hogy majd Milánóban elveszi a mennyasszonyát. Már Sárospatakon észrevette, hogy mennyasszonya beszámíthatatlan. Érdekes módon idősebb Dömösi házában a nő normálisan viselkedett, az apja így semmit sem vett észre. Reggel úton a pesti vonathoz összeszólalkoztak, és Jolánka bement egy vendéglőbe. A férfi pedig vonatra szállt. Dömösi egyébként levelében egy fotót küldött magáról Jolánkának, annak reményében, hogy az majd megvilágítja Jolánka elborult elméjét. Dömösi szerencsétlen Jolánka összes okmányát is visszaküldte. A Fehérkeppes hölgy története 1938. augusztus 28-án egy tragikomikus részlettel bővült. A rendőrségre egy vaskos levél érkezett, amelyben egy Szeged környéki községben lakó 42 éves férfi komoly házassági ajánlattal lepte meg Takács Jolánkát. Nősülni szeretnék, írja levelében. Özvegy ember vagyok, s bizony elkelne egy takaros asszony a házam táján. Az egyszerű írású ember még felkérte a tekintetes kapitány urakat, segítsenek neki, hogy szándékát megvalósíthassa, s kérjék meg számára Takács Jolánka kezét. A különös levél nagy derültséget keltett a kapitányságon, és ad acta tették. Mi történt később Takács Jolánkával? A szegedi klinikán 6 hónapot töltött el, majd még 2 hónapot a miskolci idegosztályon. A szelleme nem is tisztult ki teljesen, kedélye az orvosi kezelés hatására megnyugodott. Hazautazott Sárospatakra, ahol a kis birtoka volt és a családja élt. A maga bolondos és bohókás módján mégis elboldogult a birtokával. A közösség és a családja pedig tudomásul vette, hogy visszatért. Hercegkútról járt hozzá egy szakácsnő a lányával segíteni. Ideges és feszült csak akkor lett, ha valaki a társaságban férjhezmenésről és házasságkötésről kezdett diskurzust. Ilyenkor félrevonult, leült, és láthatatlan morzsákat kezdett csepregetni a ruhájáról. Dúdolgatott is. Nehezen nyugodott meg. Ezután egy olyan történet hangzott el, amelyben senki nem követett el gyilkosságot. Áldozat, én úgy érzem, mégis volt. Mosolyoghatunk rajta, vagy megsajnálhatjuk. Ha tetszett ez a videó, kérlek iratkozz fel a csatornámra. Szép napot, jó estét, vidám reggelt kívánok!